Mindannyian tudjuk, hogy egy kerítés nem megoldás, viszont mindenképpen egy olyan szükséges és talán elkerülhetetlen lépés, amely egyáltalán igyekszik, vagy megpróbálja törvényes és ellenőrizhető keretek közé terelni az illegális migránsok áradatát. Január 1-e 0 órától a mai napig 81.333 illegális határátlépés történt hazánkban. Ebből 80.724 itt a szerb-magyar határon. Ennek valamilyen módon meg kell akadályoznunk, valamilyen módon választ kell rá adnunk. A kormány döntött arról, hogy mi is építsünk egy ideiglenes, hangsúlyozom, ideiglenes határzárt, amely ideiglenes határzár pillanatnyilag megakadályozza azt, hogy mindenféle ellenőrzési lehetőség nélkül megpróbálják átlépni a határainkat. Ma azért vagyunk itt, hogy megnézzük, hogy milyen technológiát alkalmazzuk. Amint mögöttem láthatják, a Magyar Honvédség katonái 4 különböző technológiával építik meg ezt a minta határzár szakaszt. Ezek közül fogjuk kiválasztani azt az egyet vagy többet, amely majd a teljes 175 kilométeres szakaszon felállításra kerül. A munka elvégzésének határideje 2015. november 30-a. 6,5 milliárd forintot különített el erre a célra a kormány az anyagköltségek, illetve a közvetlen munkaköltségek fedezetéből. Nyilvánvaló, hogy a magyar határ, miután egy nyiladék van, ami nemzetközileg kötelező, 2,5 méterrel van a kerítéstől. Tehát nem a határa építjük a kerítést, 2,5 méterre a határ vonalától. Hogyha itt megérkezik egy éjszaka 15 afgán, és ő azt mondja, hogy azt mondják, hogy ők menekült kérelemmel élnének Magyarország felé, akkor hiába van itt a kerítés, beléphetnek Magyarországra. Tehát a miután afgánokról vagy pillanat, miután afgánokról van szó, és afgánok a menekültügyi kérelmünket minden esetben befogadjuk, hisz afgán területen háború folyik, és háborúban, sőt, olyat is be kellett fogadnunk, aki közismerten elismerte, hogy tálib, elismerte, hogy korábban a tárgyuk oldalán harcolt, de utána, miután kivált a tálib csoporttól, ő és családja lett üldözött, ezt is kötelező jelleggel befogadtuk. Minden egyes ellenmélet, én nagyon szívesen egy konzultáció keretében a bárnál felhomályosítjuk erről, jó? Magyarország kiszolgál mindenkit. Oda viszont az elnék, aztán megyek.